Sziasztok, borkok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó a januári bokhol lesz. Januári hónapban nem szaladt meg annyira bevásárlásom, mint gondoltam, hogy fog. Nagyjából úgy 8 könyvet szereztem be, ami szerintem egy átlagos szám. Nem is volt bevásárlási tervem a hónap elején, vagy decemberben, 2 könyvön kívül, és abból egy meg se érkezett még. Szóval tényleg nem nagyon túloztam el a dolgokat. Továbbra is úgy gondolom, hogy nem kéne egyik könyvet se vennem a hónapban, egyikben sem, mert nincs helyem nekik. De úgy nagyjából elégedett vagyok magammal, mert ezek igazából olyan könyvek, amik nagyon érdekelnek. Szóval nézzük is meg őket. A januári hónapra 2 könyvvásárlási tervem volt, 2 előrendelésem, és ebből csak az egyik könyv jött meg eddig. Jelenleg 29-e van, szóval nem gondolom azt, hogy a másik könyv meg fog jönni a hónapban már, de a könyv, ami megérkezett, az nem más, mint Kasivai Hisashitól a Kamogawa kifőzde, ez egy nagyon jó nyelvtörő volt. Ez a könyv elképesztően szép, tehát hogy én akkor megrendeltem, már láttam, hogy de szép a borítója, de én nem tudtam, hogy ez kemény fedeles, és hogy ennyire szép. Tehát nézzétek, mennyire kis letisztult, szépséges könyv. Ez egy japán szerző könyve, ami egy olyan kifőzdéről szól, amit egy apa-lánya páros vezet, és itt ilyen különleges ételeket is tudnak készíteni az ember múltjából, és nekem az az egész koncepció nagyon érdekesnek tűnik, én még nem olvastam a szerzőtől, de a japán írók könyveit, tehát a japánban játszódó könyveket általában szeretem. Ugye kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, nem egy hosszú könyv egyébként, mert összesen van vagy 200 oldal, és hatalmas betűkkel van írva, szóval igyekszek majd elolvasni. Megvettem Marissa Mayer-től a Szindert magyarul, ami a Holbéli krónikák első része. Én ezt a könyvet még tavaly január körül olvastam angolul, viszont azóta a bookdepó bezárt, és nem akarom angolul rendelgetni a részeit, mert ahogy tudjátok, már van egy olyan szokásom, hogy nem bírom megrendelni a jó verziót, úgyhogy úgy döntöttem, hogy végül magyarul fogom olvasni ezt az ilyen krónikás sorozatot, és az első részt meg is vettem, az a tervem, hogy újra fogom olvasni, aztán beszerzem a többi részt. Ez egy ilyen igazából disztopikus fantasy történet, és a fő karakterünk, Cinder, egy olyan lány, aki igazából ilyen műszaki boltban dolgozik, szerelő gyakorlatilag, egy ilyen disztopikus világban, ahol egy járvány sújtja Új-Pekinget, ráadásul az ilyen holdbéli emberek is igazából ilyen támadást készülnek rájuk mérni. És ő neki a sorsa össze fog fűződni egy hercegével, igazából az egész, hogy ki lehet találni a címből meg a borítóból, egy homopipőke újramondás, én nagyon várom, hogy magyarul milyen lesz, biztos egyébként nagyon jó, és hát meg akarom menni a többi részt, mert az első annyira szuper volt, hogy szerintem azért kedvenc is lehet majd akár. Megvettem Vintedről Diana Wynne Jones House Moving Castle című könyvét, ami egy nagyon-nagyon népszerű könyv külföldön, de szerintem egyébként Magyarországon is. Én viszont semmit nem tudok róla, és még nem olvastam. Nagyjából annyi van meg a fejemben, hogy egy lányról szól a történet, akit elátkoztak, és azt hiszem, hogy öreg lesz, és ha megtöri az átkot, el kell menni ez a mozgó palotához, és mindenféle mágikus elemek vannak benne, nem tudom, de nagyon-nagyon szeretik az emberek. Szerintem ez egy ilyen régebbi felkapott könyv volt, annyira szégyellem, hogy nem tudok róla semmit, ahhoz képest, hogy mennyire fel van kapva, de mostanában valahogy megint mindenhol látom. És most van egy ilyen új kiadása is, egy special edition, ami nagyon szép, ide fogom egyébként vágni, hogy úgy döntöttem, hogy megveszem ezt a kis használt kiadást, és elolvasom, hát ha jó lesz, egy kicsit megvisel, de igazából nem zavar engem, mert nagyon potom pénzzel vettem meg, úgyhogy őt is megvettem. Szintén vintage-es vásárlás volt a Fairy Oak, az Ikrek titka, amit azért vettem meg, mert én kiskoromban nagyon elszerettem volna olvasni ezt a sorozatot, de soha nem vettem meg, soha nem kértem szüleimtől, valahogy nem jött ide hozzám. És most megint csak nagyon olcsón fent volt Vinted-en, és úgy voltam vele, hogy a kiskori énemet úgymond megajándékozom azzal, hogy megveszem és elolvasom, hogy lássam, hogy mit akartam régen annyira elolvasni, ugye ez egy sorozatnak az első része. És első lesz egy hosszú olvasmány, mert ez is vagy nagyjából 300 oldal, de hatalmas betűkkel van írva, ráadásul illusztrált is, úgyhogy szerintem nem lesz vele gond. Ő is egy kicsit leharcolt példány, de szintén nem érdekel, és annyira hihetetlen, hogy végre itt van a kezemben, hát tényleg már több mint 10-15 évvel akartam olvasni, úgyhogy wow, végre őt is beszereztem. Hát ez egy nagyon rövid bukol videó lesz, mert már csak 4 könyv van itt, amikor már beszéltem egy külön videóban. Ugyanis ezek angol könyvek, amiket a Libristo oldaláról rendeltem, és erről van is egy csomagbontás a csatornámon. Ha jól tudom, pont ebben a pólóban vagyok, abban a videóban is. Na mindegy! Szóval ezekről van egy külön videó a csatornámon, ha kíváncsiak vagytok rá, be fogom linkelni a leírásba, de nézzük meg, hogy mik ezek. Az első könyv a Wow, So Bold and Deadly Bridget Cameron-től, ami egy trilógia harmadik része, én már az első kettőt olvastam, és ebből van egy magyar fordítás is, ebből a sorozatból. És ez az a könyv a négyből, amit hát meg fogtok lepődni, megint rossz kiadással rendeltem, mert nekem az első két könyv az úgy van meg, hogy ilyen
hologramos gerinccel, és ezek kisebbek is egyébként, ez meg egy nagyobb könyv, és nem hologramos, és hát ilyen. Úgyhogy egyelőre gondolkozok, hogy hagyjam el a fenébe is, legyen így a polcban is, ne zavarjon, vagy vegyek egy újat. Mert annyira szép a másik kettő, például, nézzétek, hogy ilyen hologramos, és annyira nagyon jól néz ki, hogy sajnálom, hogy a harmadik nem lett ilyen, de hát elbénáztam. Ez egyébként egy Szépség és a szörnyetek újramondás. Kicsit ilyen akotált feelingje van, de azért nem annyira felnőttes, ez inkább ilyen YA vonal. És az első részt szerettem, a második nem volt olyan rossz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a lezárás, ezért rendeltem meg. Egyébként ebből a négy angol könyvből az összes olyan, hogy sorozat folytatás, azért mert rengeteg van itthon, amit elkezdtem és nem folytattam, pedig szerettem. Úgyhogy így akartam magam egy kicsit ösztönözni tavaly évvégén, amikor megrendeltem ezeket. A következő egy második rész, méghozzá az Aurora Rising második része, az Aurora Burning Amy Kaufmantól és J. Christophtól. Az Aurora Risingot imádom, nincs több hozzáfőzni valóm. Ez egy ilyen kicsit komikus, ilyen found family, ilyen epizodikus skifi történet igazából, ami ilyen nagyon különböző fiatalokról szól. És ez a második része, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert az elsőt annyira imádtam, hogy nem tudom elmondani. A harmadik könyv az a Bone Cryers Dawn, ami a Bone Cryers Moonnak a második része. Ez egy duológia, ő a lezáró rész, és ez a kötet egy ilyen YA fantasy, aminek az első része nekem külön kiadásban van meg, de nem baj, mert ugyanúgy néznek ki igazából ez a második része. És ő egy olyan lányról szól, aki egy olyan társadalom része, ahol a nőknek meg kell ölniük az életük szerelmét, ahhoz, hogy a csapat részre váljanak gyakorlatilag, ez egy ilyen feláldozás, és neki is ezt kell csinálnia, de aztán végül megszökik ezzel a fiúval, és van neki egy legjobb barátnője, akit szintén követünk, és én szerettem az első részt, nem kettően sokat, mert tök izgi volt, úgyhogy megvettem a másodikat. Az utolsó könyv pedig a Girls of Fate and Fury, ami a Girls of Paper and Fire-nek a harmadik része. Ez a könyv az egyik első BookTube könyvünk, közös könyvünk volt, mert az első rész, és én egyébként nagyon szerettem, egy kicsit megrázó témákat dolgoz fel, úgyhogy óvatosan vele, de én szerettem az első és a második részt is, úgyhogy kíváncsiak a harmadikra. Itt egy olyan világban játszódik a történet, ahol a társadalom igazából úgy épül fel, hogy vannak az emberek, akik a társadalom igazából legalján helyezkednek el, és vannak az ilyen kiméraszerű, nagyon állatias, hát még mindig emberek igazából, akik legfelül helyezkednek el, és akkor vannak ilyen keverékek is. Szóval az egész egy ilyen spektrum gyakorlatilag, hogy hogy néznek ki a karakterek, és minél inkább egy állatra hasonlít a személy, annál feljebb van általában a rangvétán, és itt a fő karakter lányunk az egy teljesen normális ember, viszont a személy nagyon különlegesek. És kiválasztják papírlánynak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag király ágyasainak az egyike lesz. És nagyon megrázó és elég durva dolgok vannak benne, de én nagyon szeretem az első részt, és a másodikat is, és kíváncsi leszek a harmadikra. Ezek lettek volna azok a könyvek, amik hozzám januárban kerültek. Ha bármelyiket olvastátok, akkor kommentben írjátok le, hogy nektek hogy tetszettek, vagy írjátok le azt, hogy ti miket vetettek januárban, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!